Üdvözlöm, kedves barátaim! Mai napon fogunk beszélni a meditációról. Nagyon sokan írnak, hogy meditáltam így, meditáltam úgy, ez nekem segít, vagy nem segít. De nézzük meg együtt veletek, hogy legyen egy tiszta kép róla, hogy mi a meditáció, mi nem meditáció, hogyan működik, és hogyan lehetséges elkezdeni igazán meditálni. Szó, meditáció, szanszkrit nyelven, hát van néhány féle kifejezés, például dhimahi, ez a meditálni. Satyam param dhimahi, hogy meditáljunk az abszolút igazságról. Vagy dhyana, az is meditációt jelent. És sehol lelki gyakorlat nem kezdődik meditációval. Először kell rendbe hozni az elmét, mert egy zaklatott elmével nem lehet meditálni. Hogyha mi megnézünk klasszikus könyvet a jogáról, Yoga Sutrát, Yoga Sutra Patanjali, ott a meditáció, a dhyana, ez hetedik szint az Ashtanga jogában. Első kettő, Yama-niyama, utána megy asana, utána megy pranayama, utána megy pratyahara, dharana, koncentráció, és utána dhyana, és utána samadhi. Szóval minden előzetes hét lépcsőfok a jógába arra van, hogy az embernek az elmét megnyugtatja, ne legyen zaklatott, mert egy zaklatott ember nem tud meditálni, mert a zaklatott elme az azt jelenti, a figyelem deficitje van, hiány, figyelem hiányába szenved az ember, ami ebben a világban mindenki ezzel szenved, és akkor a mesterséges gyakorlatok által, a jogas által ember próbál szamszkárokat, ezeket a hullámokat az elmében megszüntetni, akár asana keresztül, az csökkenti a szamszkárokat, pranayama ugyanúgy megváltoztatja elme hullámokat, megnyugtatja, képesítesz arra, hogy tudjon összpontosítani a tudatot, koncentrálni, és akkor így tovább, és tovább, és tovább. Ez egy nagyon nehéz dolog. De azt is jelenti, ugye, hogy dhyana, a meditáció, amikor a elmélkedés, szóval valamilyen meditáció tárgyon gondolkodunk. Egyik, hogy egy zaklatott elmével nem lehet gondolkodni. A végén elmondom, hogy hogy lehet megnyugtatni az elmét. Azért vannak trükkök, ami segítenek, de ez nem meditáció, ez csak pranayama. De egyet mondom, utána mondom egy sokkal jobb módszert, jó? Szóval ma azért lesz eredmény, hogy kezdődik a meditáció. Nem csak elmélet lesz. Szóval dhyana, az tudat összpontosítása. És nekünk mindig van összpontosítva a tudat, például a saját önmagunkra. Dhyayata visaya pumsa. Bhagavad Gita magyarázza, hogy az embernek a tudata összpontosítva van az ember érzéki elégítésen. És ezért amúgy zavarodottté válik az embernek az tudatos elméje, ezért jönnek a traumák, a pszichikai, fizikai traumák, és így tovább. És ember nem tud meditálni. Egy igazi meditáció jön, mert benne van az anyagi meditációban, főleg az a meditáció, hogy én vagyok a test, amelyeknek tényleg a szétszórottság, sértődések és a többi ez az eredménye. Hogyan alakult ilyen tudat? Pont így is alakult, hogy ember
téves tudás által, vagy téves oktatás által azt gondolja, hogy én vagyok ez a tehet, és akkor az anyagra kezdek koncentrálni, anyagi boldogságra, és akkor így belebonyolódott az ember, és akkor nem tud békés és nyugalom, nyugat életet élni. Mit lehetne csinálni akkor? Hogy kezdődik a meditáció? Ahogy már mondta, meditáció, ez a tudat összpontosítása, de hogy? Úgy, hogy mi gondolkodjunk azon az objektumon, amelyikre meditálunk. Mert a meditáció, ez gondolkodás. Például, amikor valakinek van egy vágya, akarok venni valamit, akkor elkezd róla rajta meditálni, elkezd tanulmányozni, hogy melyik a legjobb, miért az, amit én akarok a legjobb nekem, hol lehet venni, akkor mikor már meg lesz, akkor mit fogunk vele csinálni. És akkor egy idő múlva ember semmi más nem csinál, hanem mikor már sok információ, tudást szerezte, paramétereket, karakterisztikát erről az objektumról, akkor már semmi másra nem tud gondolni, csak arra a tárgyra, amelyiket szeretne megvásárolni. Ez a anyagi meditáció, ez a elmélkedés, mikor mi teljesen elmerülök a gondolkodásba arról a tárgyról, amit akarunk szerezni. De van tudás róla. Tudás nélkül nem tudjuk meditálni valamin. A módszer ahhoz, hogy valaki elérjen a boldogságot, nyugalom, lelki megvalósítás ugyanolyan gyakorlatilag. Ez a meditáció hozta minket Zsák utcába, de ez a meditáció ki tud minket szabadítani. Hogyan működik? Akkor itt is először ahhoz, hogy valaki meditál, amikor valaki mondja, én meditált. De meditáció az azt jelenti, hogy neked van sok információ, sok tudás arról az objektumról, amelyekre akarsz meditálni. Mert te arról gondolkodol, hogy ilyen, meg olyan, meg így néz ki, meg ezt lehet vele csinálni, meg erre képes, meg ez történik vele. Ez a meditáció gyakorlatilag. Nem csak, hogy ülök, és nem értem, mit csinálok. Ez nem meditáció. És kezdődik azzal, hogy Shravtavyasya az azt jelenti, kezdek hallani. A meditáció hallással kezdődik. Hiteles lelki tanítómestertől, hiteles lelki személyektől kezdek hallani arról, ami kell, hogy legyen a meditáció tárgyam. Szóval a lelki tanítómester, a lelki gyakorlók, ők tudnak, mi a meditáció tárgyaink kell, hogy legyenek, akkor ők tőlük halljunk. És itt kell, hogy legyen lelki, misztikus, hallási művészete. Ez azt jelenti, hogy én teljes bizalom hallok tőlük, vagy tőle, hogy mi a meditáció tárgya, és nem kritikusan, szóval, hanem próbálok csak hallani, és befogadni minden információt minél jobban. Ez azt jelenti, hogy én nem kételkedek, hanem nyitott szívvel, akkor ez a misztikus folyamat kezd működni. Szóval meditáció hallása, Shravtavyasya, úgy kezdődik. Utána jön Mantavyasya. A hallásnak a fő eredményeke, hogy legyen először ennek az első lépésnek, a meditációnak, hogy megjegyezek. Amit hallottam, azt meg kell jegyeznem. És utána általában sokszor ember, mikor hallja, akkor kezd jegyzetelni. És ez nagyon jó. De valamikor jegyzetel és elrakja. Hogyha meg akarunk tanulni meditálni, akkor azt, amit hallottunk, amit jegyzeteltünk, azt próbáljunk 24 órán belül újra ismételni, felidézni, elmélkedni rajta. Szóval meditáció kezdődik azzal, hogy először hallottunk Shravtavyasya, és meg kell jegyezni. Ezért 24 órán belül jó lenne ismételni. Lehet elmesélni másoknak, vagy csak átmenni azon, amit hallottam. És utána Mantavyasya, gondolkodok azon, amit hallottam, amit megjegyeztem. Itt kezdődik következő szint, ami magasabb szint, amikor próbálok azt, amit hallottam, megérteni. És ez egy folyamat, jó
sok ideig tart, hogyha én, de minél tisztában hallok, ez azt jelenti, nem kritikusan, hanem nagy bizalommal hallok, annál gyorsabban megy a folyamat, akkor annál jobban megjegyzek, és annál jobban tudok ezen elmélkedni, gondolkodni. Gondolkodom a tanításokon, a lelki tanítómester által szerzett hallás által információn, és egy idő múlva, mert ez a hallgatás, gondolkodás ezen, ez azt jelenti, hogy bekapcsolom az intelligenciát, intelligencia energiával próbálok belehaton az információba megemészteni, akkor ez egy misztikus folyamat, ami át fog alakulni nididhyasita. Ez azt jelenti meditációvá. Szóval a meditációhoz eljutás, ez egy folyamat. Például a Srimad Bhagavatam könyv, ami 12 énekből áll, első 9 éneken keresztül, ez körülbelül 10 kötet, készíti fel erre a nididhyasára, vagy dhyánára, vagy dhimahi meditációra. Már az első versben, amikor azzal kezdődik, hogy Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadiyasyayataha, akkor ezzel a verssel már elmondja, mi a meditáció tárgya, milyen kapcsolat van anyagi világgal, milyen kell, hogy legyen emberi meditáció tárgya. A persze bármilyen lehet, bármit lehet mondani, kell, hogy legyen. Meditáció tárgya kell, hogy legyen, de annak vannak fokozatai, és a Srimad Bhagavatam mondja, melyik a legmagasabb szintű meditáció tárgya van, és utána mondja Param Satyam Dhimahi. És azt mondja, ez a könyv fog tanítani minket szépen belépni a meditációba, a Param Satyam az abszolút igazságon. És így képzeljétek el, egész 9 ének keresztül adja ezt a tudást, amit ember kell, hogy elsajátítja, megértsen, és így kezdődik mélyülni és mélyülni az ő meditációba, meditációja, és amikor már eléri a 10. éneket, akkor ő már nagyon képesített lesz megértve, hogy megérteni, miről van szó, és akkor igazán lelki transzcendentális eredmény lesz, mint egy pála, mint egy gyümölcs. És az igazi meditáció, ez nem csak valamilyen száraz elhatárolás mindentől, hanem a lelki boldogságnak az érzelmei. Szóval igazi érett meditáció, ez az érzelmek. Először van meditáció a tudásra, amit halljunk, tanuljunk lelki tanítómestertől, amikor ez a tudás át fog menni egy látásmódba, ha mi elkezdünk már így látni a világot, akkor ez egy megvalósítás meditáció lesz, és utána egy tökéletes meditációval fog válni, nididhyasana, ami lelki érzelmekkel együtt van. Szóval ez a meditáció. Írjátok kommentekbe, ti mit hallottatok, bármit írjátok, nem kell szégyelni magunkat. Írjátok, amit hallottatok ti a meditációról, vagy ti mit gondoltok, vagy ideig gondoltottok. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok a cseng gombot, hogy kapjátok értesítés friss videókról, és ugyanakkor lájkoljatok a videót. Köszönöm szépen, további jó meditációt kívánok nektek. Hare Krishna!